varázslóhoz. De bizony, oda! Mit akartok tőlem? Te vagy a varázsló. Amint látjátok. És mondd csak, te mást is el tudsz varázsolni? Bárkit és bármit! Akár titeket is. Három manó, három papucs, lesz belőlem meleg mamusz. Jaj, én nem akarunk papucs lenni. Nem akarunk papucs lenni. Nem akarunk papucs lenni. Mamusz meleg. Puha, legyen mi volt, Manó, újra! Jaj! Én azt mondom, kis kisbajtikát! Nyában épség! Mit gondoltok, befogad a kovács? De biztos befogad! Jó napot, kovács mester! Jó napot, sluga Manók! Ajjaj, ez ismer minket! Mit bámészkodtok? Tán csak nem vagytok éhesek, töpörtjük. Nem kaptok a kalóznál eleget? Nem bizony, azért is hagytuk ott. Rácsaptunk az asztalra, és jöttünk. Na, ha ilyen erős a markotok, elszegődhettek hozzám kisilasnak. Nehéz a munka, de ehettek bőven. Sonkát, kolbászt, bableves csülökkel. Beálltok? De, kiváltképp, ha előleget adnál. Előbb a munka, aztán az evés. Fogjátok a fújtatót és hóruk. Vizzítsátok fel a parazsat. Hát üres gyomorral. Semmiért én nem adok kenyeret. Keserves, de mégis vágjunk bele. Igen, igen, éhes vagyok. Egy sluga manó sohasem dolgozhat. Hová lenni a becsületünk? Mi a döntés? Mi voltak éppen, nem is vagyunk éhesek. Csak bámészkodunk. Jól van, jól. Csak bámészkodjatok. De egy házal odébb nem szívelem, ha munka közben néznek. Ha